Szép estét kívánok, köszöntöm Önöket Szépség Egészség magazinunkban, a Vitaminban. Ma elsőként az egészségre fókuszálunk, mégpedig az újszülöttkori anyagcsere betegségek szűrésére, melyet egy uniós pályázatnak köszönhetően a közeljövőben modernizálnak. Ezt követően szó lesz arról, hogy az allergizáló növények ellen hogyan védekezhetünk. Szépészeti blokkunkból megtudhatjuk, hogy mire jó a hónajbotox, és hogy hogyan történik maga a beavatkozás. Fodrász vendégünk a tavaszi, nyári hajvágás trendjéről beszél majd. Egyetlen csepp vérből a születést követő 3 napon belül elvégzett laboratóriumi vizsgálatnak köszönhetően kiszűrhető, hogy az újszülött szenvede valamelyik ritka anyagcserebetegségben. Erről kezdjük most a beszélgetést. Első vendégemmel Túri Sándor intézetvezető egyetemi tanárral a Szegedi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikájáról. Üdvözlöm, professzor úr, szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Anyagcserebetegségeket említettem. Először talán tisztázzuk azt, hogy melyek ezek, amelyek a ritka kategóriába tartoznak. Tehát a ritka beleszületett anyagcserebetegségek azok, amelyeknek a gyakorisága 1-2500-nál kisebb. Ezek közül az egyik leggyakoribb az úgynevezett fenilketonúria, amely egy aminosavnak a lebontásának a blokkját jelenti. Mindig arról van szó, hogy valamelyik anyag nem tud tovább alakulni, és egy enzim hiánya, vagy csökkent működése az oka ennek, és akkor fölhalmozódik azon a ponton az az anyag, és ennek ez az egyik oka, hogy ez tüneteket okoz, mint egy mérgezés, a másik oldalon pedig a végtermék hiányzik. Mit lehetnek ezek a tünetek? Ezek már újszülött korban jelentkezhetnek, vagy csak majd a későbbiekben? Legtöbbször nem. Végső soron a nagyon korai felismerés és kezelés azért fontos, mert az agy rendkívül érzékeny, és hogyha késlekedünk a kezeléssel, akkor maradandó agykárosodás alakul ki. Hogyan történik ennek a szűrése, illetve hogyan merül fel a gyanú, hogy valakinek lehet-e, van-e már pár napos korában ilyen anyagcserebetegsége? Ezt igazából nem tudja senki sem megjósolni, ezért szűrjük őket. Mindenkit? Tehát, minden újszülöttet? Igen. Tehát Magyarországon az a 90-valahány ezer újszülött, aki megszületik, mindenki átesik ezen a szűrővizsgálaton. Ezt valamikor 1965-ben egy szegedi gyermekgyógyász Szabó Lajos kezdte egy betegséggel, ez volt a fenilketonúria. Azután ez 68-ban még egy elkiegészült, 70-ben egy harmadikkal, és a legutóbbi időkig ment 4, és akkor 4 évvel ezelőtt magát a módszert azt modernizálni kellett, mert elavulttá vált, és nem volt megbízható az eredmény, és ezért egy nagyon nagy műszerrel kezdtük a dolgot, ez a tömegspektrométer, amellyel hát 25 betegséget tudunk szűrni, egy 26-at pedig másik módszerrel nézünk, és az ország déli 11 megyéjének minden újszülöttjét mi megvizsgáljuk, úgyhogy a születés után ott, ahol éppen megszületnek, tehát egy szűrőpapíron, egy 5x5 cm-es szűrőpapíron 4 karikába belecsöpögtetnek az új megszúrása után egy-egy csöppet, és azt a szűrőpapírt elküldik nekünk. Ez egy nap alatt ideér, mi megvizsgáljuk, és gyakorlatilag 36 órával a születés után már tudjuk az eredményt. És akinek valamelyikre pozitív, tehát ez a 26 betegség között, amelyek között van egy, amely nem anyagcsere betegség, hanem tehát endokrin betegség, ez a pajzsmirigynek a csökkent működés, az különösen gyakori, tehát amennyiben az van, akkor is nem kezelik a beteget, akkor mindenki által ismert ez a szó, hogy kretén. Ez a kreténizmus tulajdonképpen súlyos agykárosodással és egyéb tünetekkel jár, de az anyagcsere betegségek is egyik csoportja az aminosav, másik csoportja a zsírsavak, a harmadik csoportja az úgynevezett urai ciklus zavarai. Ez így együtt megvan a 36. órára, és akkor aki valamelyikre pozitív, azt telefonon behívjuk. Mennyire segíti ez a későbbi munkát, illetve a gyógyítást, amennyiben kiderül és diagnosztizálásra kerül a 26-ból bármelyik anyagcserebetegség? Igen, maximálisan segíti, tehát hogyha valakinek ez a dolog kimarad, és ne adj Isten, ez a betegsége van, és nem vették észre, akkor annak maradandó agykárosodása lesz. Na most, ezek mind kezelhető betegségek, tehát csak olyanokra fókuszáltunk, amelyek kezelhetők. A gyakoriságukban van olyan, amelyik, tehát például a fenilketonúria, az minden évben születik az országban legalább 25, és
Ez azt jelenti, hogy egy ilyen kisgyerek, hogyha nem kezdik el időbe kezelni, és az még él tovább 30-40 évig. Most ugye a beszélgetésünk aktualitása az, hogy egy közös együttműködéssel fejlesztik ezt a szűrőprogramot, mégpedig román egészségügyi intézmények közreműködésével. Honnan jött ez az ötlet, illetve a kezdeményezés, hiszen egy uniós pályázaton keresztül pénzt is nyertek erre. Így van. Tehát ez az Európai Unió által meghirdetett pályázat a határon átnyúló kapcsolatoknak a támogatása céljából, és ezért Arad megye, Temes megye és Csongrád megye között indítottuk el ezt a pályázat írást, úgyhogy a Temesvári Egyetem, az Aradi Egyetem és a Szegedi Egyetem gyermekklinikái összefogtak, és azt tűztük ki célul, hogy amit mi megtanultunk, azt megtanítjuk a másik két féllel is. Mert ott még nem működik ilyen hatásosan? Csak nagyon töredékesen, tehát egy vagy két betegséget szűrnek. Tehát magát a módszert is hát meg kell tanulni, mert az nem olyan egyszerű, és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy majd ők is eljutnak arra, hogy 26 betegséget tudnak szűrni, és föltehetően akkor a Románia többi részére is, ami hát jóval nagyobb, mint Magyarország, ezt kiterjesztik. Egy új laboratórium is készül majd itt. Igen. A gyermekklinika mellett a közeljövőben. Igen. Ez mire szolgál majd, és mikorra válható? Tehát jelenleg eléggé méltatlan körülmények között működik ez az anyagcsere szűrő laboratórium. Ezen kívül van még egy genetikai szűrő laboratórium is, ott is 15 betegségnek a szűrése történik. Tehát ezeknek az alapterülete nagyon kicsi, és hát mi további kapacitásokat szeretnénk felszabadítani és fejleszteni még további anyagcsere betegségekre. Van kapcsolatunk a bécsi, a gráci és a rosszoki anyagcsere központokkal, és ők azt szeretnék, ha mi lennénk Kelet-Európa kapuja, és így tudnánk további fejlesztéseket elérni. Egy 350 négyzetméteres épületet fogunk ebből építeni, amelyre már van egy elfogadott terv, és rövidesen indul a tender, és akkor remélem, hogy ez föl fog épülni. Még ebben az évben? Hát nagyon szeretném, igen. Így legyen. Köszönjük szépen, professzor úr, hogy itt volt, és biztos vagyok benne, hogy addig még hallunk erről a témáról. Köszönöm szépen. Az allergiás betegségek napjainkban népbetegségként értelmezhetőek. Előrejelzések szerint az elkövetkezendő 10 évben jelentősen emelkedik az ezzel küszködők száma. A kezelésében egyre nagyobb igény mutatkozik a természetes gyógymódok kiegészítő lehetőségek iránt. Ide tartozik a sóbarlangok tiszta levegője. Érthető módon nem tud mindenki alászállni a föld mélyében található eredeti tárlákba, ezért a sóbarlangjunk közelebb a páciensekhez. Nekem az allergiás gyógyszerek ízületi problémákat okoztak, mert 24 éven keresztül szedtem folyamatosan. Itt viszont ezzel semmiféle mellékhatás nincs, csak az, hogy meggyógyulok tőle. A vadonatúj technológia, kezelések és gyógyszerek mellett helyett az emberek egyre inkább visszatérnek a természetes gyógymódokhoz. Ilyen a só hatása is szervezetünkre. A sóbarlangok jótékony hatását már az ókorban felfedezték a görögök, népszerűsége pedig a 21. századra sem csökkent. A mély légutakba lejut ez a finom sós aerozol, ami segíti a lerakódott váladékok kiürítését. Itt egy ozmotikus hatása is van ennek a sós oldatnak, vagy sónak, és sokkal könnyebbé válik a váladék expektorálása, kiköpése a betegek részéről. Na most ez egy nagyon fontos életminőséget rontó dolog, az ingerköhögés, ami kínozza a betegeinket. Nézzük, hogyan hat 9 tonnányi só a betegekre. Az allergiámat én 3 éve itt kezelem. Iszonyú allergiás voltam 24 éven keresztül, és hallottam a sóbarlangról. Ide kerültem egy ilyen átalakító sóba, és akkor naponta jöhettem a sóbarlangba. És elmúlt egy hónap után már nagyon csökkent az allergiám, ami szem, orr, minden ilyen gyulladást okozó allergia volt.
eszméletlenül szenvedtem tőle, és egy hónap után elkezdett hatni. A sóbarlang harmonizáló erejét kihasználva csökkenthetjük a szükséges gyógyszerek mennyiségét, valamint a rövid és hosszú távú gyógyszer mellékhatásokat. Gyermekeknél az előny még kifejezettebb, az ő tiszta szervezetük kedvezőbben reagál a természetes gyógymódokra, mint a felnőtt ember szervezete. A borukkal kell venni levegőt! Miért? Azért, mert akkor nem jön levegő. A sóbarlangban sószobákban különleges, bakteriológiailag rendkívül tiszta mikroklíma uralkodik, magas a nyomelemeket tartalmazó só mikroszemcséjének koncentrátuma. A sóoldattal telített levegő serkenti a légzőszervek aktivitását, a hörgők öntisztulását, mely által csökken a nyálkahártya gyulladása. Akár asztmásoknál, akár CO ismert, talán a köztudatban is ismerté vált COPD-s betegeknél egyaránt. De akár egy krónikus hőrkurutos betegeknél is jótékony hatású ez. Tehát javítja a tüneteket. Ez kimehet, ez onnan után bejöhet, kimehet, kimehet, okocsics, a sem kimehet. Egyetlen kúra a sóbarlangban annyit ér, mint egy teljes nap a tengerparton. A gyerekek nem is kúraként élik meg a sószobában tartózkodást, hanem egy jó játéknak, ahol még homokozni is lehet, illetve sózni. Látszani. Mit szoktatok játszani? Játékot. 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 Szerettek ide járni? Igen. Igen. Miért jó itt? Érdemes rendszeresen járni sóterápiára, hiszen a kellemetlen tünetek gyorsan visszatérhetnek. Én tavaly voltam úgy, hogy kihagytam egy hónapot, és akkor megint elkezdődött viszketni a szemem, egy kicsit náthásabb voltam, hát az allergia miatt, és utána újból elkezdtem, és rendszeresen, és elmúlott. Tünetmentesen voltam teljesen. Szezonálisan jelentkező panaszok esetén abban a szezonban célszerű a sóterápiát elkezdeni, illetve végigcsinálni. Ami jó, hogyha a kúraszerű, tehát egy 2-3 hétig tart, és hát legalább egy órát jelent naponta, vagy hetente többször legalább. Az immunrendszert erősítő hatása miatt használata egészséges embereknek is ajánlott. Megelőzhetők vele a megfázásos megbetegedések, az allergiás tünetek ritkábban jelentkeznek. A sóbarlang rendszeres használata kellemesen pihentet és ellazít. Allergiával is folytatjuk a vitamint, az év nagyobbik fele gyakorlatilag allergia idény. Tavasztól őszig tart. Bizonyos allergének csak rövid ideig keserítik meg életünket, de vannak olyanok is, melyek hónapokon át befolyásolják mindennapjainkat. Ezeket vesszük sorra a következő beszélgetésben. Itt is van már következő vendégem, dr. Makra László, egyetemi docens, az éghajlattani és tájföldrajzi tanszékről. Üdvözlöm, szép estét kívánok! Miközben néztük a bejátszást, ugye egyfajta gyógymód a sóbarlang az allergiásoknak, és említette, hogy ön is közéjük tartozik. Mivel védekezik? Igen, én néhány éve hallottam a hírt, hogyha valaki parafűvel etetett kecskének a tejét iszza, akkor a segít. Kipróbáltam, és úgy éreztem, hogy ha nem tudom, hogy van-e klinikai vizsgálat ezzel kapcsolatosan, de amióta így védekezem, nem kell gyógyszer szednem. Ez igen, ez egy újdonság, egyfajta népi gyógymód. Igen, valahol mindenképpen az. Igen, hasonlít mondjuk a sóterápiára. De akkor egy picit fordítsuk komolyra a szót, ugye nézzük azt, hogy most már május elejét írunk, és én tapasztaltam, hogy bizony a fűszfa és egyéb fűfélék már virágoznak, sőt a fűszfának olyan a virágja, hogy bementem egy udvarra, és gyakorlatilag, mintha havazott volna. Gombolyagokban hófehér volt minden, és igencsak allergizál ugye ez a növény is. Igen, ugye minden növény virágzásának más és más a megjelenési formája, ugye a virágpor, ugye a pollen az, ami eltérően hat az arra érzékenyekre, és ez az az időszak, amikor egyre inkább kezd a levegőbe kerülni egyre több növénynek a pollenje a virágzásával. Mostanában a libatop, a nyárfa, a fűszfa és néhány egyéb növénynek a pollenje van a legnagyobb mennyiségben a levegőben.
Ezeket lehet tudni, hogy körülbelül milyen koncentrációban és mennyiségben vannak jelen mondjuk itt Szegeden és környékén, hogy melyikből van a legtöbb, melyik egyedből? Lehet, ezeket rendszeresen mérik, éppen az egyetemnek az aditéri épületének a tetején, nagyjából 20 méter magasságban van egy pollen csapda, illetőleg hát idáig volt, de erről majd talán később, és ott több mint 20 féle növénynek a pollenfajtáját mérik, és ezeknek eltérő a pollinációs pollenszórási időszaka, egészen január végétől október végéig tart, melyiknek mikor, ezek átvethetik egymást, és van olyan időszak, amikor lehető legtöbb virágzik és szóra a pollenjét, és van olyan időszak, amikor a legallergénebb hatású pollen virágzik, és annak a pollenszórása a legnagyobb koncentrációban bocsátja ki a pollent, az éppen az a parlagfű. Amit látunk is a képeken, ugye, a parlagfű, ami legtöbb embernek ugye átok, hiszen ez okozza a legtöbb panaszt. Mit tudunk egyébként erről, hogy ez milyen koncentrációban és miért ilyen veszélyes az emberi szervezetre? A parlagfűnek olyan tulajdonsága van, rendkívül allergén hatású a pollenja, és gyakorlatilag rendkívül hirtelen akut hatásokat vált ki az arra érzékenyek, vagy érzékenyé válóknak a szervezetéből. Hát kétféle hatás lehet. Az első a bronchitis, amikor az ornyálka hártyája duzzad meg, és a légutak összeszűkülnek, nehezítével lélegzést. A másik az asztma, amikor a mélyebb légutak és a hörgők nyálka hártyája duzzad meg, és a tüdő felé teszi nehezebbé a lélegzést. Most erre persze, aki tudja magáról, hogy érzékeny volt vizsgálaton, és kimutatják, hogy melyik pollenfajta iránt érzékeny, akkor fel tud készülni megfelelő módon, tehát olyan értelemben, hogy tudja, mikor van az illető pollennek a pollenszórása, akkor fokozottabban ügyel arra, hogy kevesebb legyen a szabadban a lakásban. Ha netán van nyári időszakban esetleg légkondicionáló, akkor arra külön pollenszűrőt kell vásárolni, és ha netán kimegyünk esetleg a kertbe, valamilyen kerti munkára, akkor tehát orrmaszkot alkalmazunk, és tovább, ha bemegyünk, akkor mosuk ki a ruhánkat, tehát sok egyéb módon lehet ezzel védekezni, hogy minimálisan csökkentsük a hatást. De ez a már most virágzó allergénekre is ugye egyértelműen vonatkozik. És említette ugye az allergén csapdát, hogy arról majd beszélni fogunk, és akkor itt az alkalom ugye, hogy gyakorlatilag a pollen csapda úgy néz ki, hogy jelen pillanatban nem működik Szegeden, sajnálatos módon megszűnt. Igen, sajnos januártól nincsen pollenmérés, január második felétől már az éger és a magyarló virágzik, tehát onnantól kezdve, ami azóta virágzik, nincsen semmilyen adatunk, és a gond az, hogy ugye eleinte ezt az egyetemi növényteni tanszék egy kollégám, Juhász Miklós végezte több évtized óta az észleléseket, ő nyugdíjban ment, utána is ő végezte, viszont ugye sohasem volt ennek a pénzügyi háttere megoldva. Különböző pályázatok révén volt, ha volt pénz, és sikeres volt a pályázat, aztán később nyugdíjban ment el, után már ugye saját szabad idejéből végezte, és most már semmilyen támogatás nincs mögötte, és ezt próbálom valamilyen módon meg kell oldani. Én úgy gondolom, hogy valamilyen közintézménynek kellene fölvállalnia a pollenészlelés Szegeden, hiszen közfeladatról van szó. Addig is, hogyha bárki érdeklődik, akkor fordulhat önökhöz az egyetemen? Bizonyos. Bármilyen információt ki tudnak adni, hogy mikor, mire kell figyelni, hol, milyen koncentrációban jelentkezhetnek az allergizáló növények? Így van, nyugodtan fordulhatnak hozzánk. Elmond egy elérhetőséget? Az interneten rajta van a nevem, Makra László, a honlapom, és azon rajta van telefonszám, e-mail cím, minden. Hogyha pedig valaki a továbbiakban részletesebben érdeklődne, vagy bármilyen információra szüksége van, akkor természetesen bennünket, a Városi Televíziót is hívhatja. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, és mindezt elmondta nekünk. A túl erős vagy fokozott izzadás a lakosság 3%-át érinti, de a serdülők 48%-a érzi úgy, hogy az izzadás problémát jelent számára. Az érintettek 77%-ánál a fokozott izzadásra való hajlam 21 éves kor előtt kezdődik. A botox kezelés kiváló megoldást jelenthet ennek kezelésére, hiszen tartósan csökkenti a verejték termelődését, és bizonyítottan nagyon jó és hatékony módszer.
A botox akkor általában arcműtétre gondolunk. A ráncok eltüntetésére ugyanis már bevált módszerként alkalmazzák a botoxot. Voltak éppen ekkor egy fehérjét juttatnak a bőr alá. Nagyon érzékeny a mozgásra és a hőmérsékletre is. Az USA-ban ez a leggyakrabban alkalmazott fiatalító eljárás. Több mint 2 millióan élnek ezzel a lehetőséggel. A kezelésnek a legelején egy úgynevezett jót próbával bejelöljük azt a területet, ahol a legjobban izzad. Az arcfiatalítás mellett a botox alkalmazható fokozott izzadás kezelésére is, hónajban, tenyéren vagy talpon. A hónai izzadásgátlás botox injekcióval azt mindenképp csak azoknak ajánlott, akiknek nagyon kifejezett zavaró izzadásuk van, és nem tudják megoldani ezekkel a hagyományos izzadásgátló stiftekkel, vagy a gyógyszertárakban kapható izzadásgátló készítményekkel. Tehát akkor ez nem hiúság kérdése? Nézőpont kérdése szerintem. A hiúság kérdése lehet akár egy Oscar gálán, vagy egy nagyobb eseményen, ahol az ember nem szeretne olyan kellemetlen helyzetbe kerülni, hogy meglátszódjon a ruháján, hogy esetleg ő izgul és emiatt izzad. De mindenkinek, akit zavar, azoknak természetesen ez ajánlott, ugyanis egy elég komoly lelki problémát okoz ez a pácienseknek, akik felkeresnek minket. Ugye az izzadás az egy természetes folyamat, a szervezet hőháztartásának a szabályozásához kell, de hogyha valamelyik területen nagyon kifejezett, vagy akár mondjuk egy akaratlanul előjövő izzadás, ami kontrollálhatatlan a személy számára, azoknak ez egy nagyon nagy segítség. A botox kezelés egy relatíve egyszerű eljárás, hiszen 15-20 perc alatt elvégezhető, és a beavatkozás követően a páciens akár a munkahelyére is visszatérhet. Egy keményítő porral beszórjuk, és a két anyag reakcióba fog lépni egymással, és azon a részen, ahol legjobban izzad, ott be fog feketedni. A botox kezelés nagy gyakorlatot és szakértelmet igényel annak érdekében, hogy a lehető legjobb eredményt lehessen elérni a legkisebb kockázattal. Bejelölöm még azt a 20-20 pontot, ahol meg fogom majd szúrni. Tehát ez oldalanként 20 pici szúrás lesz majd. Egy kémiai folyamatokat blokkol, illetve az ideg és az izomnak a kapcsolódásánál ez az úgynevezett acetilkolin felszabadulását blokkolja ez az injekció, illetve a toxin, és ezáltal csökken a verejték kiválasztása, és csökken azoknak az izmoknak a működése, amik a bőr felszínére juttatják a verejtéket. A hatás 4-7 nap múlva alakul ki, míg maximumát 4 hét múlva éri el. Átlagosan 6-8 hónapig hatásos egy botox kezelés. Az eljárást korlátlanul lehet ismételni. A bőr beadjuk intradermálisan, és ilyen kis pici puklikat kell csinálni. Akkor 6-8. Csíp, feszít, hogy mit csinál? Picit. Van, aki sziszeg, meg úgy készül rá, mint valami óriási nagy fájdalomra, mások meg így reagálnak rá, semmi különös. A botoxos izzadás kezelés nem befolyásolja a normális napi aktivitást. Ezt nem szabad mélyre szúrni. Szemben, amikor az izmokat kezeljük az arcon, ott például kifejezetten bele az izomba kell adni függőlegesen. Itt pedig éppen, hogy csak egy pici kis kvadlit kell csinálni. Miután az izzadás az egy idegrendszeren keresztül történő folyamat, tehát az idegrendszer a psziché nagyban befolyásolja, és ezek az izzados emberek rendkívül szorongóak szoktak lenni önmagában az izzadástól. És miután megoldódik a terápiával, tehát ezzel a kezeléssel megszűnik ez az izzadás, nagyon sokszor kiiktatódnak ezek a körök, és hosszú távon véglegesen megszűnik az izzadása. Tehát körülbelül a páciensek 40%-ánál előfordulhat, hogy csak egy kezelés kell, és utána már egy normális izzadás marad fönn csak náluk. Mondhatni lelkileg is egy kicsit gyógyítjuk ilyenkor a páciens, nem? Minden páciens boldog utána. Nekem még nem volt olyan páciensem, aki ne lett volna boldog. A kezelés után 2 nappal nem tanácsos sportolni, aznap nem érheti víz és izzadásgátló stift.
Ez az első 48 órára vonatkozik, és onnantól kezdve gyakorlatilag folytathatja a mindennapi életét. A botoxtól megváltozhat az életminősége, kapcsolatai felszabadultabbak lesznek, és nem azon szoronganak, hogy kilátja meg ruhájukon az izzadságfoltokat. Folytatásban is szépség, itt a Vitaminban vendégeim Kormány Dávid és Balasi Bernadett. Sziasztok, szép estét kívánok! Elmondjuk a kedves nézőknek, akik kíváncsiak, hogy mi lesz az idei trend frizurában, ugye tavasszal, és várhatóan majd már a nyáron, hogyha egyáltalán ez változik. Hát ez folyamatosan változik. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre inkább most már minden divat, azt kell, hogy mondjam, mert jönnek vissza a 60-as, 70-es évekbeli frizurák, és egy kicsit beleszövődnek a mai a 70-es, 80-as évekbeli trendekbe, és utána ezek nagyon összekuszálódtak, és most már gyakran minden, a hullámostól az egyenesség, bármi divat. Bernadettet modellként hoztad el ide nekünk, igen, ugye? Ez friss hajvágás? Most készült neki a frizura? Most készítettük el a héten, pont a műsor kedvéért is, tehát jól jött ki a dolog. A mai trendnek megfelelően egy előre hosszabbodó, fiatalos frizurát készítettem, amit hullámoson is lehet hordani, ki lehet egyenesíteni is, és mind a hullámos, mind az egyenes is kihozza azt a előre hosszabbodó formát. Ami ez is egy ilyen 60-as, 70-es évekbeli bob fazon, egy kicsit modernizálva. Színben? Színben, hát abszolút most a vörös kezd hódítani újra, ugye a barna szőke után. Igen, hát egy ilyen sötétebb, rezesebb, vörösesebb, pirosasabb, több árnyalatból áll lapmelírokat elhelyeztem benne. Egy alap, egy vörös bázisú frizura, ami a 2011-es haj trendjének abszolút most elsőprő divatát jellemzi. Mi a helyzet a vasalt hajakkal, hiszen most szinte azt mondhatom, hogy hosszú éveken keresztül az volt az irányadó. Változik ez majd az idei tavasszal? Begöndörödnek a hajak? Igen, abszolút a vörös és a göndör. Ez az egy, tehát most együtt ez a kettő. Egyre inkább, egyre több vendég szereti hullámosan, illetve göndören kérni a frizuráját. De vannak, akik még egyenesítik is. Melyik a jobban kezelhető és ápolható? Tehát melyikből lehet reggel 5 perc alatt tökéletes frizurát kreálni? Egyikből sem. Kell hozzá a fodrász. Igen, a göndörnek van egy pici szárazabb hatása, ami azt tükrözi, hogy úgymond kicsit száraz a haj, de viszont az egyenesebb, sokkal szebb fény, sokkal letisztultabb, szoftosabb formát lehet kihozni. Mind a kettő úgy gondolom, hogy ugyanannyi idő szerintem. Én mint szakmailag, tehát én azt mondom, nekem ugyanannyi időt gyakorlatilag mind a két frizura. Mi a helyzet, hogyha már festésről beszéltünk, a mellírral? A mellírral? Hát már annyira nem divat ez az apró fűzőt, nagyon sok mellír, nagyon sok színű, inkább csak így ha részeket világosítunk fel, és azokba teszünk több színű mellírokat egy színvilágban. Tehát tegyük fel egy hármas színvilágtól hatosig, és különböző árnyalatokkal, rezes, piros, vörösesebb, és nem jelen, inkább egy egységes alapszín, és abban egy világosabb hajrész, amiben vannak a mellírok. A celebvilág diktálta hajfazonok megjelennek-e nálatok igény szerint a fodrászszalomban? Gondolok itt arra, ugye, hogy most itt egymás után sorba nagyon sok ismert arc levágatta a haját. Próbálják-e követni a civil emberek őket? Így van, igen, ez abszolút érződik. Én egy 2 éve észrevettem, hogy egyre több úgymond celeb vágatja le a haját, és volt egy ilyen merész kijelentésem, hogy egy 3 éven belül nagyon sok embernek, nagyon sok nőnek rövid haja lesz, és azt hiszem észre, hogy abszolút ez kezd beteljesedni, mert én egyre több hosszú hajból vágok nagyon rövidet. Ez a feltűnő rövidet, és sokkal jobban szeretik a vendégek. Kezelhetőbb, trendi, abszolút könnyebb kezelni sokkal azt a frizurát. Dávid, Bernadett, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kedves nézők, mai vitaminunkba ennyi fért. 2 hét múlva várjuk Önöket új, friss vitaminnal. További szép estét, viszontlátásra! A Vitamin dekorációját a Mákvirág virágüzlet készítette. A Vitamin együttműködő partnerei:
Szeged homeopátiás gyógyszertára a Kabai Patika és a Feeling Center.